Üdvözletem! Ismét itt vagyunk, kötött fogás karantén verzióval, kibővített csapattal, mert hogy csatlakozott hozzánk Lukácsi Katalin is, akit senki nem fog megismerni, úgyhogy ezért kell így bemutatni. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Egy pillanatra megijedtem, hogy a hangot se engedi át a maszk, de ezek szerint az működik, és itt van Konok Péter. Estét kívánok! És Csintalan Sándor is, bármilyen furcsa. Jó napot, magyar. Jó ez a szakál. Ugye? Na, igen. Jó áll a férfi. Koronavírus ellen van. Mielőtt belevágnánk, én szeretnék, tehát ugye azért, mert tudom, hogy az éterben nem terjed a maszk, mint hogy ez a poén már elsüttetett, de hogy megkaptam feladatként, hogy reklámozzam, hogy van ilyen magyar hang maszk, ami egyébként tényleg atomkirály, és nagyon szuper, és lehet, nem tudom, hogy venni is lehet-e, de az előfizetőknek jár, és úgyhogy már csak ezért is megéri előfizetni a magyar hangra, úgyhogy éljen a magyar hang, és én most ezt leveszem, mert ennyire nem vagyok para. Na, megvárjuk. Majd ez lesz a műsor címe, hogy Lukácsi Katalin vetkőzött a műsorban. Nos, folytassuk ezt az erotikus vonalat, és akkor beszéljünk Kásler Miklósról, mert hogy meglehetősen meglepő közleményt adott ki az Emberi Erőforrások Minisztériuma, ami úgy hangzik körülbelül, megpróbálom összefoglalni, és ez sikerülni is fog, hogy nem is kellett olyan sok ágyat felszabadítani, nem volt annyira drámai a helyzet, mert hogy 34% eleve ugye üresen állt, és akkor a szükséges számhoz csupán 2%-nyi ágyról kellett betegeket tervezni. Belevágnánk, ebből adódott néhány kérdés. Hát mondjuk ott kezdeném, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr pénteken még arról beszélt ugyanezzel a matematikával, hogy neki 16% jött ki, tehát hogy 16%-ot kellett így felszabadítani, de mondjuk ez teljesen mindegy ilyen szempontból. A másik az, hogy eddig arról volt szó, hogy azért kell a két lépcsős intézkedés sorozat, azért rúgtak ki ugye két kórházigazgatót is, mert annyira húzós a helyzet, és annyira komoly intézkedésekre van szükség, hogy még ezeket a kvázi háborús lépéseket is meg kellett hozni. Na most, vagy döntéseket meg kellett hozni. Na most, ha csak 2%-nyi ágy, és nem is annyira húzós a helyzet, akkor mi a búbánat történik itt már megint? Hazudnak és hazudnak. Jó, következő tény. Figyelj ide, az a baj, nem mi mondtuk, nem te mondtad, Pista, nem én mondtam, nem a többiek, hogy 36 000 ágyat kell egyébként felszabadítani. Ez a szar a hazugságokban. Ezért nem érdekes. Őrült erőfeszítéseket kell utána tenni. Meg az ember belegabajodik, össze-vissza beszél. És még egy megjegyzésem volna csak, hogy minden ellenkező híreszteléssel szemben, és most nem nagyon szoktam szeretni magamra hivatkozni. Az a helyzet, hogy mielőtt meghirdették volna az ágykiürítéseket, már rég elkezdték. Ez már ez biztos, aki volt kórházban, meg kórházi kapcsolatban, vagy rákényszerül arra, hogy valamiféle elemi kórházi szintű kapcsolata legyen, azt tudta már hetekkel ezelőtt. Még a MOK, a Magyar Orvosi Kamara nyilatkozata előtt már. Hát ezen kívül még egy dolgot mutat, hogy ezek szerint még csak nem is beszélnek egymással. Nem csak arról van szó, hogy ők nem beszélnek egymással, mert a szokás szerint belekerültek egy ilyen kommunikációs, nem is tudom, a saját csapdájukba. Tehát egyrészt ugye meg folyamatosan azt kell hangsúlyozni, hogy itt háború közeli katasztrofális, iszonyatos kataklizma van, ami ellen a miniszterelnök úr és csatolt részei, például Kásler úr megvédenek minket. Másrészt pedig ugyanakkor bagatelizálni is az egészet, nem lesz itt semmi baj. Szerintem egyszerűen annyi volt, hogy nem egyszerűen, sokkal összetettebben volt annyi, de hogy ők folyamatosan monitorozzák a közvéleményt. Azért az nagyon tudható, és erre utaltak jelek is, meg hogy mondjam, látható a akár tényleg a szociális médiában, meg általában, hogy ez nem népszerű. Tehát még a Fidesz sem szereti, hogyha kivágják a kórházból a beteg nagymamáját, ezt azért nehéz lenyeletni. Tehát a dolog roppant népszerűtlen. Visszavonni már olyan értelemben nem lehet, hogy nem mondhatják azt, hogy jó, akkor mégsem, hiszen előtte nagyon alaposan megágyaztak neki, hogy miért van erre elengedhetetlen és elképesztő szükség, tehát elkezdik bagatelizálni. Igen, megléptük, de hát tulajdonképpen nincs is rá szükség, tulajdonképpen ez alig jelent valakit. És hogyha nincs közvetlen ismerősöd,
és mondjuk hajlamos vagy még elhinni a kormánynak, amit mond, tehát úgy szeretnéd elhinni, akkor elhiheted, hiszen azt mondod, hogy oké, akkor ez a rengeteg eset, amit véletlenül olvastam, ez nyilván mint kamu, ezt csak úgy kitalálták, oké, hát ha a miniszter úr ezt mondja, és akkor megmaradhat együtt az agyadban az, hogy hatalmas szükségben legényagáton Kásler úr, miniszterelnök úr és csatolt urak és hölgyek, de viszont azért olyan nagy baj még sincs, és nem kell itt aggódni azon, hogy itt inhumánus dolgok fognak történni, meg rengeteg ember fog ebbe belehalni, stb. Mert ez csak egy ilyen ellenzéki kamat, ilyen hülyeség. És ez a kettő, tehát folyamatosan látható nem csak ebben a témában, hanem általában a járványkommunikációikban, és egy seggel akarnak két lovat megülni. A baromi nagy járványban megvédünk, és a nincs olyan nagy baj, ne szarjatok be, itt vagyunk nektek, lovat. Hoppá! Szóval engem húsvét előtt már megkeresett egy nagyon kedves budapesti barátom, hogy segítsek neki, mert az ő Budapesten van, viszont az édesapja Jászberényi kórházban feküdt, majdhogy nem magatehetetlenül, és hát, hogy akkor mihez kezdjen, mit tudna csinálni, és mire a médiát bejárta a botrány, addigra hála Istennek ez kezelődött, mert Jászberény, tehát az önkormányzat is közbelépett, ha már az állam nem végzi el az ő szolgáló tevékenységét, megint egy feladat, amit az önkormányzatokra rót, és ahelyett, hogy az önkormányzatoknak ezt a helytállást megköszönni, hivatja minden úton és módon az önkormányzatokat, hogy aztán majd cinikusan azt nyilatkozhassa, hogy ők mindent megadnak az önkormányzatoknak, amire szükség van. Tehát ebben a botrányban ez a szál is működik. A vár kormány háborúja az önkormányzatokkal, akik egyébként szerintem ahogy csak tudnak az érdekünkben teljesíteni szolgálatot, most függetlenül attól, hogy valaki fideszes vagy ellenzéki. És ráadásul Jászberény én kétszeresen nehéz helyzetben van, mert hát olyan hatalmas adósságba keverte az előző vezetés, meg az Electrolux elmegy, tehát hogy, és még ilyen helyzetben is van arra figyelme, hogy egy ilyen lehetetlen parancsotban segítsen a magatehetetlen betegek ellátását megszervezni. Engem még az érdekel ebben a történetben, hogy hogyan lehet ez a differencia, hogy ez a 2%-nyi ágy, hogy vajon a kórházak kozmetikáznak-e adatokat, nem azért, mert hazudni akarnak, hanem mert a rendszer hazugságra kényszeríti őket, és bár lehet, hogy a miniszter azt hiszi, hogy ez csak pár ágy, kiderül, hogy ez a pár ágy valójában sokkal több. Tehát ez a jó szándékú tévedés a Kásler Miklósnak. A másik a rossz szándékú tévedés, hogy pontosan tudja, hogy káoszt idézett elő, de hát azt snasz lenne bevallani. De ha bármelyik eset is van, mivel látja a felzúdulást, ezt nem értem a kormányzati kommunikációban, hogy bocsánatot kérni. Tudtam rosszat tenni, de egy gyarló ember vagyok, és ebben a helyzetben sajnos tévedünk, mindenkitől elnézést kérek, de dolgozunk azért, hogy minden zökkenőmentes legyen. Tehát valami hasonló kommunikációt is nem esett volna le Karika Gyűrű az ujjáról, de nem volt rá képes. Azért, mert nem tévedtek. Hát... De leesett volna Karika Gyűrű az ujjáról, sőt, talán még több is, persze ez így is bármikor leesett a Fidesz kommunikációjában egyszerűen, nem csak most, általában nem tévednek. Tehát tévednek, nem ismerhetnek el tévedést, ők mindig igazat mondanak, mindig győznek, ez teljesen, hogy mondjam, elképzelhetetlen, hogy egy fideszes kiálljon, és azt mondja, hogy bocs, hülyeséget mondtam, teljesen máshogy van. Nem azért, mert ők ilyen emberek, hanem azért, mert a logika nem engedi, ahogy ők tényleg, ahogy kommunikálnak. Hát ez a rendszer így működik. Erről beszélt a Péter. Ennek ez a logikája, ebből kilépni nem lehet. Aki kilép, azt megregulázzák, nem is ezért építették föl, nem ezért centralizálták a sajtót, hogy itt mindenki bocsánatokat kérjen, hogyha hibázott vagy tévedett. Egyébként ehhez az ágyszám, ezen amúgy olyan túl sok ragozni valóvá nincsen, tehát, mert nyilvánvalóan hazudnak kész, egyébként pedig eltakarítottak tényleg több tízezer embert a rendszerből. Éppen ma jelent meg egyébként, hát ugye a Danu Anna munkásságát azért nem kell minősítgetni, a Népszavában egy kormányzati anyag, ami ugye arra készült éppen most érdekes módon, lehet, hogy hosszabb előkészítés után, hogy hol mindenhol kell kórházi ágyakat, aktív ágyakat, kórházakat megszüntetni. Ez nem véletlenül ért itt össze. Nyilván ennek a válságnak az örve alatt azt a most már jól látható trófához vezet tapotot akarják.
nincs orvos kórházban vagy egy osztályon, nem orvost kell keríteni, hanem a kórházi ágyat kell megszüntetni, a kórházat kell bezárni. És miután úgy tekint Orbán Viktor is Martoncsival egyetemben erre az országra, mint Szingapúr, ezzel a varázsigével próbálják elkábítani a népet, már régi mániája az Orbánnak, hogy ez a 10 milliós országhoz ennyi önkormányzat sok nem kell. Ez egy városállam. Az önkormányzatokkal együtt egyébként a kórházi intézményrendszert is annak a közhelynek, a undorító közhelynek a nevében akarják átalakítani, ami egyébként mondjuk Mihály Pétertől, a liberális megközelítéstől, az üzleti alapú megközelítéstől úgy látszik, hogy a nemzeti konzervatív elitig tart. Kérem tisztelettel, nagyon drága az egészségügy. És bizony, azt kell csinálni, megcsináljuk azt a minimumot, ami a proletárnak jár, ami a nagyjából a nagy semmi. Miközben nézzük meg, most már azért lehet látni, következtetéseket is lehet vonni. Ott, ahol úgy tekintenek az egészségügyre, mint az államnak egy olyan kötelezettségvállalására, Nogdacu Németország Bismarck óta, hogy ez nem üzlet. Az nem üzlet. Az bizony nem. Ha egyébként olyan az egészségügy, ahol ez a legfontosabb szempont, ott ezek a katasztrófák és ezek a drámák vannak. Pont itt a vége. Az az érdekes, hogy ez az elképesztő magyar társadalom még ezt is tolerálni fogja különben. Mert igazából ebben következetesek. Tehát tulajdonképpen igen, egy kicsit olyan ők, mint vannak ezek a vicces képek, hogy Jean-Claude Van Damme, amikor mit én boldog, szomorú, dühös, ez pont ugyanaz a pofa. A Fidesz is ilyen, meg a NER is ilyen, bármi történik, tehát ötlábú borjat szül a másik borjú, egy pirosat, akkor ők felszámolják azokat az állami szolgáltatásokat, amikért egyébként adót fizetünk, és amik járnának. Ha járvány van, ugyanezt csinálják. Ha fellendülés van, ezt csinálják, ha válság van, ezt csinálják, tök mindegy, mi történik, ugyanazt a pofát látjuk. Igen. És ez a tragédia, hogy az ember életekbe kerül, és ez senkit nem érdekel, leginkább a választóközönséget nem érdekli, és egyébként a híveik simán lenyelik azt, hogy bejelentik, hogy 36 ezer embert kell kidobni, majd néhány hét múlva közlik, hogy nem is 36 ezeret dobhatunk ki, csak 2000. Én emberi észre nem tudom felfogni, hogy hogy lehet ebben a két szólamban, ebben a két dumában, ebben a két hazugságban valamiféle rendet rakni az ember fejében. De azért, mert baj, egyébként bajban vagyunk egy kicsit ezzel a történettel, mindannyian, mert hogy Katinak is van ilyen története, én is tudom, hogy megtörténetünkben is van hasonló, de igazából nem jelennek, tehát hogy mit akarok ezzel? Hát azt, hogy ha a kormány médiában arról van szó, hogy igazából ez most már nem is egy ilyen súlyos történet, és 2% nevű volt, és senki nem tett még panaszt, mert ugye ezt is elmondta az országos tisztifőorvos asszony, akkor te hiába jössz azzal, hogy hát én is hallottam meg, tudtam meg, tehát hogy nincsenek meg, nem tudod archoz kötni, mert hát ezeknek az embereknek hogyha pont nem az a legfontosabb feladatuk az életükben, hogy most médiához rohangáljanak, meg tévéstábokat fogadjanak, de tehát nincsenek meg ezek a történetek, és ilyen nyilatkozatok állnak egymással szemben. Hogy hitigazságok írják az empirikus tapasztalati igazságokat, ez azért egy nagyon, nagyon ügyes húzás a Fidesztől, hiszen eleve ugye van egy központosított sajtójuk, igazából mi marad más, tulajdonképpen az ellenzéki, vagy az ellenzékinek nevezett sajtó sem nagyon meri feszegetni, bár az Index ugye elkezdett ilyen történeteket gyűjteni például, de nem nagyon merik feszegetni, mert ugyanakkor ott van ez a szájkos álltörvény, vagy nem tudom mi a fennének nevezzük, amitől szerintem balgaság egyébként aggódni, mert hogy mondjam, balgaság és a valamilyen szinten árulás, de a sajtónak erre például rá kellene úsznia. Hiszen így valóban az, amiről már volt szó, valóban az a kép jön ki, hogy hát tulajdonképpen ezek megbízhatatlan sztorik, és lehet, hogy igazat mondanak 2%-kal, lehet, hogy ez tök véletlen, hogy mondjuk én ismerek valakit, akivel ez megtörtént. Egy ilyen folyamatos, hogy mondjam, ahol a monolit nagy hitigazságok, amik viszont olvashatóak, hallhatóak, rádióban nézhetőek, tévében, azok állnak szemben a beszéddel, az ismerős csevegés, holott pont tulajdonképpen az igaz. Ez szinten, mondjuk az, hogy a pletyka mennyire igaz, a kormány hazudik, oké, mi tudjuk, de nem minket céloz ez az egész.
De azért az is igaz, hogy alapvetően a politikusok becsülete nem túl magas az átlag magyar állampolgár szemében, tehát ez a vakhitűek számára az M1 az tényleg lehet, hogy mérce, de nem túl, és viszont sokkal fontosabb az a közvetlen, hogy lényegében minden a Facebook csoport egy magad Müller Cecília tarolna, és a helyi, és a zárójelbe teszi, hogy na hát, az csak véletlen, hogy akkor az én családomból is hazazavartak valakit, és akkor bele kell szenvedni ezzel a történettel. Tehát szerintem itt ez inkább nagy konfliktusforrás a kormány számára, hogy nagyon beleáll ebbe, mert itt lelepleződhet a saját propaganda jellege ismét. Tehát, hogy én nem vagyok benne biztos, hogy itt a kormány a nyerő. Én nem tudom. Én most már azt tapasztalom, hogy ezek a történetek, amik eleinte előkerültek, és valóban elkezdték gyűjteni az ellenzéki médiában, ugye ott se nevesítve soha, mert hát mindenki be van tojva, meg fél, és a többi, és a többi. És ez volt, hogy János édesapját hozta haza. Marika azzal szembesült, hogy... És akkor erre azt mondták, hogy na hát, sehol semmi. Lássuk már egy orvosi jelentés, meg miért nem tettek panaszt, meg hol vannak az iratok. Tehát ha most nekem az lenne a feladatom, hogy holnap csattogjak be egy bíróságra, és védjen meg az igazamat, akkor komolyban lennék. Mert ezeket a Facebook csoport, meg itt ott elhangzó történeteket, ezt kenhetem úgymond a hajamra ilyen szempontból. Ez újságíróként lehet, ez igaz, de maga, most én arról beszéltem, mint választó, mint állampolgár, miket hall. És hát jobb, tehát hogy azért ezt differenciáltabb, mint hogy most mit mond Müller Cecília, erre akartam utalni. És... több gondolatom is van, csak néha kiszelektálódik, hogy csak egy dolog, hogy például az, nem tudom, hogy szabad-e nevesíteni, de mégis szoktunk nevesíteni, tehát hogy az ellenzékiséggel, vagy a kormány függetlenséggel egyre inkább szelidebben bánó ATV-ben a főműsor időben közölt egy hosszú riportot arról, hogy vannak ilyen történetek, és amennyire lehet húsvérszemét kapcsoltak hozzá, tehát végülis ez fontos talán, hogy még ott is átszűrődött ez a történet. A másik pedig az az izgalmas, hogy Orbán Viktor, amikor valami kellemetlen, akkor áltolja magától, és ő úgy válaszolt erre a kérdésre, hogy ez szakmai kérdés volt, tehát nem ő a szuperség maga ezt így döntötte, hanem ez szakmai kérdés volt, ami azért is szuper, mert egyébként ilyen legfanatikusabb, vagy legcinikusabb Orbán, vagy NER hívők szokták ezt elsütni, ezt a poént, hogy a szakértelem bolsevista trükk, valahogy az elmúlt hetekben elfeledkezett erről Orbán Viktor, mert egyfolytában azt szokta hangsúlyozni, hogy ő szakmailag egyeztet, és ez szakmai döntés, stb. Stb. Az a helyzet, hogy bár átérzem ennek a jelenségnek a pillanati súlyát, amit exponáltál, Pista, de őszintén szóval én ezt leszarom. Majd rakódnak ezek a társadalmi élmények, mint a guano. Bocsánat, Sanyi, ezt már nagyon régóta mondod. Szerintem, amióta elkezdtük a szabadfogást, azóta rakodik a guano. Uh-huh. Nagy szarba vagyunk. Na, és ebben lehet mondani, hogy most itt meg, amit a Péter mond. Minek mondtál ellent, Pista, ne haragudjál. Ezzel nem mondtál semmit. Mint ahogy én sem mondtam, persze, semmit. Na de hát... Te nagyon hittél ebben. Nem vagyok hajlandó ebbe a visszavonulóba, meg ebbe az egyrészt másrészt belemenni, mert akkor most mondok konkrétumot. Ha és amennyiben, drága barátom, mondjuk az orvosi rehabilitációs intézetben, ott Budakeszin, egy kőkemény pasi abba a helyzetbe kerül, amibe került, például, vagy a Fehérvári Kórháznak az igazgatója, főigazgatója, aki 1000 éve ott a főigazgató, akkor milyen helyzetbe kerültek a puha pöcsök? Na nehogy már azt higgyed, ki volt nézve, kipécézték Budakeszit, meg a Fehérvári Megyei Kórházat, hogy onnan takarítják el a 2%-ot. Hát ez úgy végigment a rendszeren, mint a vihar. És ettől ez a lényegen semmit nem változtat. Mert a kérdés az az, ők mondták, ők jelentették be, és nem is hivatkozok arra, hogy ha valaki már abban a korban van, meg olyan a családi helyzete, hogy érzékelt konkrét eseteket, eseményeket, és a többi, hanem vannak szomszédai ismerősei, ezeket ne írjuk le, ne becsüljük alá. És tényleg sajnálom egyébként, visszavonom a magam állításával kapcsolatban a közhely minősítést, bizony a politikai változások adott esetben
hogy hatalmi változások, vagy egy rendszer megrendülése, sok-sok ilyen sirályszal összetételéből jön össze. Egyébként történelmileg így van. Ez van, Pista. Állítólag a mennyiség át, csak minőségbe, azt mondta. Én csak hát próbálom ki a guanó erejébe, de volt annak idején, biztos ti is voltatok a Csimbum cirkuszban, meg hasonlóban, ahol ez embert elvitték óvodáskorában, és nézte, hogy mi történik a színpadon, és amikor elkezdett osonkodni a gonosz boszorkány, akkor mi gyerekek fölkiabáltunk a fősnek, hogy vigyázz mögötted, igen, a gonosz, igen, igen. És nem értettük, hogy miért nem hallja. Na most tulajdonképpen ezt csináljuk, tehát mindenki számára, számunkra legalábbis egyértelmű, és nagyon sokak számára nyilvánvaló, hogy mi folyik, hogy tényleg itt nem 2%-ról van szó, hanem konkrét rengeteg emberről van szó, akiknek az életét veszélyeztetik, vagy akiket tulajdonképpen ezzel meggyilkolnak, és mégis arról vagyunk kénytelenek vitatkozni, mi magunk is azt próbáljuk megérteni, felfogni egyáltalán, hogy hogy lehet ezt ilyen módon lehazudni a csillagokat. Hogy lehet azt mondani, hogy jön ez a izé, Kásler azt mondja, 2% ennyi, és akkor hogy lehet, hogy ennek egy csomó hitelt adnak. És itt ülünk, és nem tudunk mit kezdeni a szituációval, mert rakódik a guanó, rakódik, meg mászunk föl, mindig mászunk, az orrunkat még mindig ki tudjuk dugni, de a guanó már olyan magas, hogy a sziget már nem is látszik, és még mindig benne vagyunk a guanóba. De még nem ért el a robbanáspontját. Ez a kérdés volt. Nem ért el a robbanáspontját. Lehet, hogy a magyar guanó sose fogja különben, tehát ezzel is meg kell békélni. Magyar nemzeti guanó. A magyar nemzeti guánó, ez olyan, hogy ez le kell vele békélni, nem tudok mit csinálni. Mert igazából itt most azt a kérdést tettetem valójában, persze, Pistem, hogy abszolút reménytelen helyzetben érdemes-e jártatni a pofádat. Ezt a kérdést tetted fel. Szerintem, tehát, hogy... Egyébként igen. Nem csak az, hogy... hanem hogy reménytelen helyzetben szabad-e felemelni a szavunkat, hanem ez ugyan hasonló, mint felmerült a túlhatalom felhatalmazási akármilyen törvénnyel kapcsolatban, hogy ott ahelyett, hogy teljesen egyértelműen lett volna, hogy elutasítjuk, mert ez nem demokratikus, meg nem normális, hogy egyrészt időkorlát nélkül vezessünk be, másrészt pedig, hogy ezt a helyzetet is pártpolitikai harcokra használja fel a kormány, ehelyett elindult az a diskurzus, hogy hát ez az ellenzék besétált a csapdába, és hogy Orbán Viktor milyen zseniális. Tehát, hogy itt magunkat lőjük lábon, hogy nem mondjuk már. Én nem. És ugyanez, hogy itt is, én akkor nem. Kapja be az összes, aki lábon lőni magát. Kásler Miklós milyen okosan találta ki ezt a nyilatkozatot, és most mi történik? Ahelyett egyetlenül azt mondanánk, hogy tök mindegy, hogy ügyes vagy nem ügyes a Kásler és a Habony és akárki, hanem ez ilyen nincs. Ez felháborító és kész, és nem kezdjük el magunkat aprítani azzal, hogy elkezdünk reflektálni, vagy reflexíve viszonyulni a saját álláspontunkhoz, hogy biztos bennünk van a hiba. Nem, nem bennünk van a hiba, van egy helyzet, és azt egyértelműen értékelni kell valahogy, és nem pedig magasztalni a diktatúrát építő embertelen rendszert, től nem idegen hatalmat, hogy milyen ügyes. Nem, de hanem nem tudom mondani. Velünk vitatkoztál, Kati? Mert mi pont nem mondtuk ilyet. A Pista sem mondott ilyet. Ezt a problém... Nem, nem, mert te felvetetted a kérdést. Fel, hogy én ezen gondolkodom a túlhatalom törvény óta, hogy miért is lehet az tényleg, hogy mint kés a vajon minden aljasság átmegy rajtunk, és hogy ez egy darabig így működik, mert 25 év munkája van benne, szépen, alaposan, szisztematikusan. Azon kívül meg hát ennek azért történelmi okai is vannak, ezt a magyar nép ez élvezi. És sok-sok csapda. De hát most maradjunk ennél, hát... Édes jó Istenem, én már nem fogom megélni. De tudod, miben reménykedjél, Katalin? Te még olyan fiatal vagy, te meg fogod élni, hogy aztán jön egy másik barom. Milyen jó, hogy olyan fiatal vagy, Kati, hogy te még látni fogod, amint baromi nagyra nőtt a guánó torony, és nem tudom, mi történik. Viszont beszéljünk egy kicsit, most már megvan az alaphangulatunk ahhoz, hogy Szabó Tíme a ról. Na mindegy, majd úgy is mondjátok, amit szeretnétek. Ugye engem így a média része érdekel ebben az egészben jobban, de arról is beszéltünk, amit ami a parlamentben hangzott el, illetve ugye nem hangzott el. Szóval, hogy Szabó Tímának volt ez a szerencsés, szerencsétlen megszólalása, amit ő így utólag most már így mond, hogy az lett volna, hogyha nincs a taps, ami, ezt soha nem fogjuk megtudni, ugye széttapsolta a kormánypárti többség ezt a hozzászólást, innen indult a történet, és aztán lett belőle egy Magyar Nemzet, nem tudom, mi a cikknek a szinonimája, ami
Írás. Anya, ne ír, nem, az írás az túlzó. Betűvetés. Izé. Nevezzük izének. Amit ugye bizonyos Zoomer Fülöp írt, akit mi tudunk, hogy ki, de hát nyilván ezt nem, meg nem is érdekes, tök mindegy ki ő. Na most... Micsoda sötét barom. Hogy nem adja még a nevét se. Hát akkor legalább álljon bele. Te adnád ehhez a nevet? Na várjatok. Szóval a címe ugye az volt ennek az anyagnak, hogy a Szabó Tíme a nevű organizmus tudományos jellemzése. Ez az a régi, jó öreg módszer, amikor dehumanizáljuk az alanyt, és aztán onnantól kezdve már bármit, és annak a sokszorosát is lehet vele kezdeni, és lehet rá mondani, meg művelni vele, mert hogy ez, tényleg ez a klasszikus módszer, ugye az emberekkel egy kicsit azért az ember nehezebben bánik kegyetlenül, de hogyha nem egy emberről van szó, akkor mindjárt egyszerűbb a történet. Én ebből nem olvasok fel, nem baj? Nem, Isten. Gyalázatos volt, és béna, és ócska is nagyon rosszul volt megírva. Várjátok, ez az egyik. Jó. És én itt raktam még egy másik ügyet is, ugye ez a Donald Tusknak a története, aki szolidan lenáciszta Orbán Viktort, és hát a kormány média ezt ugye nem hagyhatta annyiban, és teljes erejével rámozdult a történetre, hogy valahogy bosszút álljon, és ez sikerült is egy ilyen Tusknak a nagyapjáról hamisított náci fotóval revansot venni. És ennek a legújabb fejleménye, ennek a történetnek az, hogy az egyik legnagyobb példányszámú lengyel labban olyasmi történt, ami eddig nem nagyon fordult elő, vagy ha igen, akkor ilyen, mindig ilyen nagyon, nagyon nagy barátok voltunk épp, és akkor jelentek meg ugye ilyen magyar nyelvű üzenetek a lengyel lapokban. Most azt írja ennek a lapnak a címoldalán, a lapnak a főszerkesztője, hogy megkeresem, nem találom. Ja, itt van. Kérjenek bocsánatot Tusktól, barátainknak, magyaroknak címmel. Ugye ez a címe az anyagnak, ami nekem nagyon tetszett benne, hogy a lengyel főszerkesztő teljesen naívan rácsodálkozik a KESMA abszolút hétköznapi működésének elemeire. Tehát, hogy úristen, ilyenek vannak, mert hogy ezt írja, ezt viszont felolvasom. Ezek az írások nem... És ugye ez magyarul jelent meg, tehát azért ez egy fontos dolog. Ezek az írások nem kommentárok vagy szatirikus cikkek voltak. Nem olyan szerzők véleményei, akik nem értenek egyet azokkal az értékekkel, amelyeket Tusk képvisel. Semmilyen stilisztikai eszközzel nem utaltak arra, hogy ezek metaforák lennének. Valójában több meghatározó sajtótermék hazugságokat és manipulált fotókat próbált tényként bemutatni, hogy lejárasson egy bizonyos értékek mellett kiálló politikus, és hogy ellenszenvet keltsen iránta a magyar, és talán nem is csak a magyar társadalom körében. Na hát, mik vannak, nem? Tehát, hogy ott nem ismerem a lengyel sajtó működését, de hogyha egy ilyen cikk megszületik, akkor úgy tűnik, hogy azért egy fokkal jobban állnak, mint mi. Tehát, hogy rácsodálkoznak olyanra, amin mi már, tehát, hogy mi ilyet már nem is vennénk fel témának a műsorban, nem, hogy lejárottak egy politikust valamilyen aljas módon. Basszus, más se történik tulajdonképpen. És ez a lényeg tényleg, hogy ez annyira alacsony lett az inger küszöb, hogy ez is átmegy rajtunk, és ezt kimagyarázzuk, hogy de, és ez is az a helyzet, hogy oké, az lehet, hogy én soha nem beszélnék úgy a parlamentben, mint Szabó Tíme, de ebben a helyzetben ez rémesen mellékes, meg nem szabad azt nézni, hogy hát, milyen az adjon Isten, olyan fogadj Isten. Nem, senkiről nem írhatjuk azt, hogy organizmus, meg baktérium, meg spórákat terjeszt, vagy már nem is tudom, hogy fogalmaz, ilyen nincs. És ez egy dolog, hogy az ember nem süllyed ilyen mélyre, és felgyullad a lámpa, hogy na jó, ilyet nem írok, mert én egy polgári labba írok, és még a főszerkesztő mondja azt, hogy gyerekek, ilyen nem jelenhet meg, mi magyar nemzet szégér alatt jelenünk meg, Pető Sándor azzal verjük a mellünket, hogy polgári napilap, ez nem fér bele, és ez a felháborító, itt vagyunk a Magyar Hang szerkesztőségében, ami egy underground lap, Pozsonyba adják ki, mert Magyarországon nem merik, míg ez a Magyar Hang tényleg a magyar nemzet értékvilágát örökíti át, és tettekben is azt mutatja, hogy tényleg a szabadság műhelye. Ezzel szemben ott a magyar nemzet állami pénzekkel és lopott pénzekkel kitömve, és közben megjelentett egy ilyen cikket, és még a kész, most a napokban a Keresztény Értelmiség Szövetsége nem az ilyenek ellen emel szót, hanem az ellen, hogy most keresztény értékek támadva vannak Európában, és jaj, a kormány milyen hősiesen harcol. És az egyház is, ahogy szót emelt Niedermüller Péter miatt, most aztán tényleg szót kell emelnie, mert ez tényleg nem egy félreértett hülye nyilatkozat, hanem egy tudatos mondat. És mégis, hát én nagyon örülnék neki, de felteszem, nem fog megszólalni, de nagyon jó lenne, hogyha most is ugyanúgy megszólalna, gyorsan Veres András összerántaná a püspök kart, és kiadna egy nyilatkozatot. Nem, hát az az igazság, hogy
elképesztő förtelmes szöveg volt ez, amit ez a Zoomer, mint tudom, Isten nyila, mindegy, akiről nem tudjuk, hogy ki, vagy de tudjuk, nem is érdekel. Tehát így ugyanakkor, hogy mondjam, ilyen jellegű szöveget nap mint nap, tizet, a Bayer Zsoltnál, ugyanezekben a lapokban, azért, hogy mondjam, semmi újdonság nem volt benne. Tehát én egy kicsit azért azt is érzem, hogy itt egy ilyen többszörös ilyen szereptévesztés, túlspillázás, túljátszás volt. Eleve a Szabó beszéde, az hát szerintem szintén erősen kérdéses volt, ugye ott is azért inkább arról volt szó, hogy egy probléma alapján nem azt mondja, hogy ez a kormány mekkora szemét, meg trallala, hanem bizony ezeket a feszültségeket, és bizonyos politikai erők által rendszeresen fejlesztett és gerjesztett feszültséget, uszítsuk egymásra az embereket úgy általában típusú vonalat követte. Nem tudom, igen, aztán ő elmondta, hogy mi lett volna, hogyha nem tapsolják szét, én hiszek neki, ez lett volna a kivétel. Utána következő szereptévesztés, szerintem ez is egy szereptévesztés. Eleve szereptévesztés az, hogy mi a francot keres most az ellenzék a parlamentben, miután százszor elmondták, hogy nagyjából szart sem ér, most meg már teljesen egyértelmű, de mindegy, ezen lendüljünk túl. Egy kissé szereptévesztés volt, hogy a Kövér László. Mert hogy azok a fideszes fiúk ott zajonganak, meg lányok, meg minden, azt ugye megszoktuk, ugyanígy szokott zajongani, edzem meg az ellenzék, és akkor meg örülünk, én is szoktam örülni, szerintem a parlament egy cirkusz, ezt tessék nyilvánvalóvá tenni. Na de Kövér Lászlónak ott, mint házelnöknek, ugye ezt meg kellett volna akadályozni, ő meg ott elviccelődött a végére, hát sajnos ezzel a tetszés nyilvánítással ő már nem tudott mit kezdeni. Kövér László, most nem azt mondom, hogy rácsodálkoztam erre a jelenségre, de innentől kezdve újabb adalékot szolgáltatott ahhoz, hogy hát ne tekintse már senki őt házelnöknek, vagy valami ilyesminek, ott az a csinovnyik, aki a Fidesz rendjét ebben a cirkusz, a porondmester, aki ott rendben tartja a történetet, és aztán tehát egy kicsit úgy érzem, hogy pont azért erre a förtelmes, valóban egyértelműen náci jellegű szövegre, tehát ez már nem ilyen posztfasiszta, vagy neofasiszta, vagy mit tudom, ez simán lejöhetett volna a Der Stürmerbe, vagy a Folyókísér Beobachterbe, nagyjából ezzel a szöveggel, ugyanezekkel a metaforákkal élve, ez egy tiszta náci szöveg. De hogy ilyen sokan, hogy ezt kapták föl, ez részben azért van, mert egy politikus ellen irányul, részben pedig azért, mert szerintem azért sokan érezték, hogy maga ez a politikusi szöveg sem volt azért annyira nagyon kóser, és akkor ez a hati úgy, akkor mi is így, és egyébként aztán nagyon érdekes volt nézni, és akkor most elküldenek engem majd a picsába, kedves ellenzéki olvasók közül sokan, vagy nézők közül. Nagyon érdekes volt nézni, hogy milyen reakciók jöttek erre az újságcikkre, és azért azok között nagyon sok ilyet láttam, hogy a fideszes patkányok ezt írták, vagy mit tudom én. Tehát, hogy még egy izét rárakunk arra, és a dehumanizáló náci szöveget egy újabb dehumanizáló náci, és akkor megint ott tettünk, hogy ki kezdte. Ki kezdte, ebben az esetben egyébként én nem akarok itt ilyen idétlenkedni, hogy hát ez lényegében mindegy, mert mit én a Fidesz kezdte, igen, a NER kezdte, és az alakította ki ezt a diskurzív keretet, amiben ez az egész mozog, de ezt már nem lehet így önmagában kezelni. Ez vált a közbeszédé, ez, hogy mondjam, ezen rohadtul fel kellene háborodnunk egyébként, főleg a dehumanizáláson, meg azon, hogy rettentő rossz stílus, tehát hogy lehet ilyen stílust egy szerkesztőnek átengedni? Nem az, hogy csúnya szavakat, aztán béna, ilyen kis titkár viccelődés, ez az organizmus, tudományos, mint az utalásai, az intertextualitása, egészen elképesztően szart. Volt egyébként, igen. Stürmer, úgymond, Stürmer, Fülöp? Hát legyen az, nekem. Zoomer, Fülöp. Zoomer. A Stürmer. Más. Túl sokat nem tudok hozzátenni, de egy-két talán fontos. Egyrészt rögzítsük, tényleg úgy van, hogy a Péter mondja, ez egy echte náci beszéd. És mondjuk abban nem tudom, azt hiszem, törtem itt a fejemet, de azért az, amit mondott a Kati is, hogy a magyar nemzet Pető Sándorral egy antináci napként indult, ugyebár, szóval, hogy 2020-ra megélik a szellemek, meg az elődök, hogy ez történik, ez egyfelől rémes. Másrészt persze, én azt gondolom, hogy ennek a szörnyűségnek a kezdete azért a NER előtti időszakra húzódik, itt azért a idézőjelbe áldott emlékű Csurka István, és még jó néhány a kurucinfós idén. Nem, ezt csak azért mondom, hogy ez is olyan, látod, a guano egyféle szempontból rakódik, mert az a helyzet, most itt hallgattam időről időre, hallgatom azért, és kíváncsi vagyok, hogy hogyan alakul a helyzet nyelvileg, de hát ha egyébként a Kesma rendszert figyeli az ember, a meglehető, a statisztikai nagyságrend okán
egyértelműnek tűnik számomra, hogy meglehetősen tudatosan vannak egyre durvább nyelvi eszközök használva. Nem véletlen. Ma már egyébként a digitális médiumaikban, már ugye a hatalom digitális médiumaiban, rádióiban ittottam ott, már az ellenzék és az ellenség az párban van használva. Az ellenség ellenzék, vagy ellenzék ellenség párban használják. Egyértelműen. Én azt gondolom különben, hogy az a fajta, az, hogy a Liszkait elhajtották a Gesma éléről, az túl azon, hogy egy belső hatalmi harc eredménye, én azt várom tőle, illetőleg azt gondolom, hogy az fog történni, hogy tovább fog durvulni. Muszáj neki tovább durvulnia, mert az erőszak szintjét emelni kell. Van ez a szomorú hírem számotokra. A harmadik dolog pedig az, és az erőszaknak még sok szintje van. A harmadik dolog pedig az, hogy egyébként ebben a TUSZ történetben még az a gyönyörű, hogy nagyon-nagyon tudatosan, tehát össze kellett rakni, mert, és alaposan össze kellett rakni komoly elszántsággal, mert hogy mondjuk tényleg egy olyan embert náciztak le, aki egyébként aztán a honi hadseregben harcol. Tehát nem egyszerűen nem az a kérdés, hogy náci volt-e a nagypapa, vagy nem náci volt a nagypapa, és hogy ez hazugsága, vagy nem, mert evidensen az. De hogy ráadásul a TUSZ nagyapja a honi hadsereg harcosaként fejezte be a második világháborút. Ott harcolt konkrétan. Egyébként ezt a Kaczynszkijék is megjátszották valamikor, de ők bocsánatot is kértek. Anno. Úgyhogy... Szerintem ez lehetett az ilyen emlék morzsa, hogy volt itt valami, és akkor ezt adokták. Nem ők ásták elő, de hát nagyon gyakran operálnak ilyen tucokkal. Egy időben én ilyen hobbiszerűen üztem ezt, hogy így megnéztem, akkor főleg történelmi fényképekkel például fölcseréltek különféle hullahalmokat, és mondjuk valami kis mészárláshoz odarakták Auschwitzot, és akkor tényleg ott halomba álltak a hullák, és azt írták. Ilyen elők szoktak. De hát így, ha már egyébként a Csurkát előhoztad, akkor ilyen szempontból ez az ősbűn, hogy mondjam, az apák és fiúk ideje. Felejtsük el azt, hogy most ez egy hamisítvány. A TUSZ nagyapja egy SS. Mi a franc köze van ehhez a TUSZ-nak? Amúgy igen. Hát, oké, hazudnak, mert mit tudom én, de eleve azt feltételezik, hogy valamilyen módon ilyen leszármazási felelősség van. Hát ha viszont van ilyen leszármazási felelősség, akkor könyörgöm a fideszesek. Nem arra ment ki a dolog, szerintem nem ez a leszármazási felelősség volt, egyszerűen csak ugye azt mondták, hogy eltitkolta, tehát hogy azért ez ilyen ügyesen volt, én végig taszkodtam a Tuszkot, úgyhogy akkor azt visszavonom, mert én meg meghamisítottam a nevét az előbb. Szóval, hogy bocsáss meg, miután a szabadba vágjatok, és hála az égnek, nem vagyunk annyira közel, hogy a pofánba vágjatok, bár a nemzeti radikalizmus jegyébe. Egy megjegyzésem hagy legyen, egyetértek a Péter elemzésével itt az ügyet illetően, ellenben nem tudom, hanyattor fordul elő, hogy az ellenzéki politikusok ingyen adom ezt a jó tanácsot. Ellenzéki politikusok azt mondják neki, hogy ülj le, vagy elkezdenek tapsolni, és akkor ő leül és abba hagyja. Én azt gondolom, hogy ilyen helyzetben, mint a rendíthetetlen ólom katona, azért arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki jött volna ki ebből a történetből jobban. Jó, egy hölgy, de hát ez persze macsóduma, de én amennyire látom, volna neki állóképessége. Ha már ott vannak a parlamentben, és egyetértek a Péterrel, és elmulasztották azt, hogy most kiszálljanak, mert most egyébként semmi másra nem jó a parlament, csak arra, hogy Orbán Viktor és a külügyminiszter azt utogassa ennek a sok szerencsétlen hülyének az európai politikában, nem az unióban, az európai politikában, hogy lám-lám működik a parlament. Na szóval, ha már ott van, a jó Isten áldja már meg, akkor egy ilyen atrocitást végig kell csinálni, nem lehet félbehagyni. Nem ülök le, és addig állok, és mondom, ha nincs mikrofonom is, amíg szusz van bennem. A rohadt életben. Ja, ez vicces, hogy a tévér végén még őt ütetik ki a parlamenti őrséggel.
De figyelj ide! Hát azért mondom, ez ennek lehet volna propaganda értéke. Igen, főleg, hogyha vetőhálót is végre. Mit? A vetőhálót is végre áthallgatták. Szerintem abba tévedtek egyébként, hogy ez ilyen nagyon tudatos lenne. Hát mi azért ismerünk egy-két szereplőt Sanyival ugye ebben a történetben, hogy működik ez a média részleg. Szerintem nincs is benne olyan komoly tudatosság, egyszerűen csak az van, hogy ki tud nagyobbat mondani. Tegnap te azt mondtad, hogy féreg, akkor én most még keményebb leszek, hogy egy napig az én vállamat veregessék a kantinba, hogy hú, öcsém, ez meg azt írta róluk is. Láttad? És akkor az van, ugye, mert emlékszünk, hogy az van ilyenkor, hogy minél nagyobb a sivalkodás, annál nagyobb volt a siker. Nem mondod, hogy még a izé is azt mondta, hogy náci beszéd, öcsém, te nagyon tudsz valamit. És akkor nekem még valami durvábbat kell. Tehát, hogy ez egy ilyen, a végeredménye ugyanaz, mint hogyha tudatosan írja a dolog, de szerintem még ennél is rosszabb a helyzet. Egy ilyen ostoba, pöcsméregető, primitív baromságból születik ez az a sok gyalázat. Sokszor. De ez a gonoszságot nem relativizálja, tehát ez a szomorú, hogy elütik, mint egy vicc, mint egy verseny, de attól még a szavaknak jelentősége marad, még ha ők nem is tulajdonítanak neki. Tehát ilyen, akkor is, tehát hogyha én egy cinikus NER rajongó vagyok, és építem a Század végben, vagy bárhol, akkor is gondolkodó lény vagyok, és lelkiismeretem van, és nem szégyen, hogyha valamire azt mondom, hogy ez már nem fér bele. És de nem így van. Pista, neked először is nem vagyok vannak. Tehát ez is benne van, amit te mondasz. Csak gondolkodj el azon komolyan, ez már olyan szakaszban van, egyébként már elég régen, nem volt annyira durva, hogy vannak direktívák, és ezek is vannak. Az is van, amit te mondasz. De direktívák is vannak, ezt hidd el. Nem is tudna másképpen működni. Vezényszavak is vannak. És persze automatikusan, meg érzelmileg is a színvonal ilyen értelemben csökken. Persze. De az is egyébként nagyon érdekes, vagy izgalmas momentum, hogy ugye most azon felháborodott itt a fideszes véleményformáló, hogy Tusk lenáciszta Orbánt, és akkor visszaválaszolnak, hát nem visszaválaszolnak, hanem csak megjelentettek erre egy náci szöveget, vagy bizonyítsák, hogy egyébként nem azok. Tehát ez is nonsens, és annyira szépen jellemzi a rendszer lelkületét magát. És akkor itt van ez a helyzet, hogy akkor visszavágunk a nagyapjával, amikor a szerencsétlen Pokorni Zoltán a kötött fogásban beszéltük meg egyszer, hogy ő meg ezzel szenvedett, és milyen hitelesen állt elő, vagy küzdte a dolgokat. Ezt hagyjuk már a Pokorni történetet. De abszolút hagyjuk, van, hogyha hagyjuk. Ezt felhozzuk, az fideszes elitis apják, nagyapó... Egyébként nem náciszta lenne, nehogy már itt ez üljön le. Nem náciszta le a Tuskot az Orbán. Tessék a szöveget elolvasni, analógiát használt, és nem náciszta le. De még egy dolgot, hogy... Ez nagyon fontos. Igen, tehát hogy Carl Schmittet emlegette, akit viszont Békés Márton, szintén egy NER ideológus, dicsérettel szokott emlegetni. Tehát, hogy akkor most mi a francon háborodtak fel? Tehát, hogy azt mondja Tusk, hogy Schmitt az ott oké, és egyébként oké, akkor most ezen felháborodnak. Szintén gondoljatok már bele, hány ilyen rendes NER olvasó van, aki Carl Schmittet tudja hova tenni, szóval azért nem. Egyébként ők se, hogy mondjam, ha csak úgy önmagában nézzük, eleve én nem teljesen értem a műfaját ennek, igen, itt próbáltad meghatározni, hogy akkor most így ez mi, ez cikk, vagy milyen, tehát ez végül is szájfingás szerintem, de mit keres egy szájfingás az újságban, mert ez nem véleménycikk, ez nem tényközlés, ez csak ilyen tárca, tehát tárcának meg kicsi, de mégis kurva sok pénz fér bele. Már mindegy, nem is ez a lényeg, hanem hogy mondjam, manifest módon az se náci, mert ilyenkor jönnek és megmagyarázzák, hogy oda van írva az aljára, hogy hey, Hitler. Nincs odaírva. Akkor nem náci. A túl sem nácizott tulajdonképpen, volt egy használható párhuzamot, amire nem lehet az a vár, nem értelmezhet. Lehet azt mondani, hogy kérem szépen, a TUSZ hazudott, hülye volt, nem, a hülyeséget mondott. Ezt lehet mondani, miért ne lehet mondani? Na de az, hogy ne mondjon ilyet, mert a nagyapja náci volt. Hát ennek mi köze az egész történethez? Ugyanúgy egyébként ezzel az organizmusozással is, hogy konkrétan most ez mire válasz? Mert ez válasz ugye arra, amit a Szabó mondott. Szerintem arra nem válasz, mert arra ez hülyeség. Ez semmire nem válasz. De ez egy...
nincs igazán mondani valója, leszámítva azt, hogy mi ilyenek vagyunk, ők meg olyanok, mi kromanyoniak vagyunk, ők meg neandervölgyek, és neandervölgyeket nem tekintjük embernek. Nem, hát ez egy politikai eszköz, elég régen bevált, hogy dehumanizáljuk az ellenfelet, erre a Kati vagy már a Pista utalt, és aztán utána egyébként bele lehet taposni a földben fizikailag is. Így van. Azért ezt ne bagatelizáljuk el, és abban egyébként igazad van, hogy ki a francnak mond bármit is Carl Schmitt, de aki esetleg félig, vagy nem tudom hogyan tudja, és mondjuk, hogy is mondjam, ellenzékből, no, szóval értelmesen politizál, persze, és valami tájékozottsága van, az tudja, hogy a Carl Schmittnek volt valami köze, nem is kevés, ahhoz a hatalmi mechanizmusnak a kitalálásához, a vezérel, stb. De ebből szignifikánsan semmiképpen sem következik az, hogy mi is azt állítjuk, mert engem egyszerűen zavar, és a műsort a lenge körül, hogy a Tusk lenáciszta az Orbánt, nem náciszta le. Jó, az egyébként félelmetes, most én a műsorra készülődve végig gondoltam, hogy milyen publicisztikák voltak régen, hogy mi számított erős mondásnak, meg mi volt a nagy média küzdelemben a szint, meg a határ, meg hogy miket mondtunk egymásnak is adott esetben, de nevetséges óvodai valaminek tűnik ahhoz képest, ami most zajlik. Borzalmas tényleg. És olyan jó lenne ebből kijönni, mert hogy ha tetszik, ha nem, ez szépen aztán lecsorog mindenhova. Hát azért... Rakódik, mint a guano. Hát de ez most lefelé rakódik, az a baj. Na mindegy, hát nem mindegy egyáltalán. Göd? Jöhet? Jöhet. Miért ne jöhetne? Na, hát megpróbálom ezt is így röviden összefoglalni. Ugye az történt, hogy Gödön momentumos polgármester van, és egyszer csak megjelent itt a rendeleti kormányzás során egy olyan rendelet, ami arról szól, hogy kvázi elveszik a Samsung gyárat, a Göd közigazgatási területének egy részén fekvő Samsung gyárat, aminek az eredménye az, hogy az iparűzési adó már nem Gödre fog befolyni. Hát ez ugye egy elég komoly érvágás az önkormányzatnak. Szóval, hogy ugye a város először is elveszítette az iparűzési adóját, és ezzel a bevételének jelentős részét. Aztán, ami hirtelen így ma kiderült, hogy azt hagyjám, hogy nem lesz pénzük, de hogy a kormány hirtelen elkezd baromi nagy összeget, 42 milliárd forintnyi összeget ebbe a területbe önteni, hogy a Samsung gyár egy ideje tervezgetett beruházása, ami annyira nem volt a helyieknek szívére való ötlet, vagy lelkére nem tetszett annyira, az mégiscsak megvalósulhasson ott, és a gyár az még nagyobb területen folytassa a működést. És ez, megpróbáltam leírni magamnak, hogy ez hogy is hangzik, az kb. Így hangzik, hogy járványmentes időben ugye az van, hogy kedves nép, építenénk oda egy baromi nagy bazit, mit szóltok hozzá, és amikor járvány van, akkor meg úgy hangzik, hogy kedves nép, akkor most ide építjük ezt a baromi nagy bazit. Na hát egyébként ezzel sokan kérdezték, hogy mi értelme van a rendeleti kormányzásnak, meg miben szolgálja ez a járvány elleni küzdelmet ebben. Ez az értelme a rendeleti kormányzásnak alapvetően erre van használva. Látjuk ezt a kartonpak ügyet is, látjuk ezt a Gödi ügyet is, meg egyébként egy egész rakás, tehát így könyörgöm. Nekik ez a járvány elleni védekezés, hát úgy dolgoznak, mint szoktak, csak még egyszerűbb, igen, még ezek az udvariassági körök sem kellenek, amiket megfogalmaztál a bazival kapcsolatban, ott lesz a bazihoz, jó napot, akinek nem tetszik, az pedig a járvány elleni védekezés kerékkötője, gátja és akadályozója, és rendeleti kormányzás van. Jó napot kívánok! Kérhetnék egy perc, nem? Megöltök? Hogy... Nem tudom. Az a baj, hogy a GLS csöngetne hozzánk. Egyrészt azzal az információval szeretném kiegészíteni mindazt, amit a Pista mondott, hogy az iparűzési adót a jövőben, tehát a Gödről van szó, a Gödöt rendkívüli gazdasági, kiemelt gazdasági övezetek nyilvánította a kormány, és ezeknek egyébként egyre nagyobb számban a teret úgy néz ki, hogy ez egy új koncepció, hogy ilyen gazdasági, rendkívüli gazdasági övezeteket fognak csinálni. A világban van ilyen, az a kérdés persze, hogy mire fogják használni. Ami itten történik, az azért, itt azért a lóláb nagyon kilóg. Tudnélik, az iparűzési adót innentől kezdve kikapja? Na, ki?
Hát a megyei önkormányzat. A Pest megyei önkormányzat. Mi az, hogy hát, Pista, már ne haragudj. Hát még szép, hogy jön. Hát még szép, hogy hát, egyrészt ez egy baromi fontos információ. Annál is inkább, mert a megyei önkormányzat az egy nagy semmi. Az van, ugye abszolút fideszes többséggel, és ugye azért is domináns a fideszes többség, mert amikor a megyei önkormányzatokra szavaznak a népek, akkor a megyei jogú városok, azok nem szavaznak a megyei önkormányzatokra. Mit fog csinálni a Pest megyei önkormányzat ezzel a pénzzel? Igazából semmilyen kompetenciája semmihez nincsen, az egy igazi sóhivatal. Ravaszkodnak ezek a fiatal emberek, még direktben nem mernek minden pénzt lenyúlni, hanem meg kell találni a útját és módját annak, hogy valahogy ahhoz a pénzhez hozzá lehessen férni, illetőleg a mézes bödönbe bele lehessen nyúlni. Azon kívül különben azzal, hogy ezt a gyárat magukhoz ragadták, úgy különben Gödváros területének 30%-át is magukhoz ragadták. Egyébként ennek a dolognak van előzménye, és szó sincs arról, hogy mondjuk itt megőrült volna a lakosság és Gödvárosa, és mindenáron akadályozta volna ennek a létesítménynek a létrehozását. Ellenben, mint minden normális esetben, azt óhajtották, mert hát ott van ez a gyár már, és azért az iparizési adó Gödnek is jól jött volna, hogy olyan szempontok is érvényesüljenek a beruházásban, ami a lakosság életminőségét nem rontja radikálisan. Innentől kezdve le lehet szarni a helyi közösségeket. Ez a helyzet. És itt megint visszatérek, most már ugye expressis verbis is hirdetve vagyon, érdemes lett nem majd beszélni egyébként a Matolcsi dolgozatáról. Ugye ez az új koncepció, amiről így, hogy is mondjam, így ilyen fal mellett értesül a magyar közönség, hogy megfogalmazott az a gondolat, hogy ezt az országot úgy kéne átformálni, mint amilyen Szingapúr, a maga kis diktatúrájával, és a többi, és a többi. Leszámítva azt az apróságot, hogy a szingapúri modern nem korrupt, elképesztően multikulturális, és nem adósította el magát mondjuk Kínának 1700 milliárd forinttal, soha eszébe nem jutna ilyen baromság. Vagy mondjuk az oroszoknak 6000-re. Szóval... az a helyzet, hogy itten stratégiaváltás van, még erősebben egy önkény uralmi és diktatórikus szisztéma felé fogunk menni, nem is tudnak leállni, ez meggyőződésem. Nagy kérdés, hogy egyrészt a város ezt hogy fogja túlélni, meg hogy fog rá reagálni, meg mikor fog a guánó robbanni. Ez itt a kérdés, lehet, hogy soha. Egyébként ez felháborító volt például a Szijjártónak a válasza erre, hogy hát egy ilyen fajsúlyos kérdés, mint ez a sok milliárdos beruházás, nem dönthet róla egy ilyen pici település. Hát azért könyörgöm, tényleg kollektíve felháborodnék a település nevében, meg hát nonsens, de igen, dönthet, minden összes esetben dönthetett, és ami fontos, TAB, ha jól emlékszem, de azt hiszem jól tudom, TAB az egy pici település ahhoz képest, hogy mondjuk mekkora egy megyeszékhely, és mégis oda települt egy gyár, és azt hiszem 20 milliárdos a költségvetése, pontosan azért, mert ott van egy gigantikus gyár, tehát egy főre jutó bevétele a településnek valami hatalmas, tehát járságba csoroghatna a nyálunk, bár mi sem állunk annyira rosszul, és akkor ott valahogy ez működött, mert mondjuk a tabói polgármester, már ő is kritizálja a kormányt, az ő szövetsége, de azért ő annyira azért nem volt kritikus. Ott valószínű, ez elment. Itt Gödön, ahol ellenzéki a polgármester, hát hogy nem itt a lakosok nem alkalmasak arra, hogy ilyen beruházásról döntsenek, tehát ez is gyalázat, hogy ez büntetlenül, a választópolgárok számára büntetlenül marad egy ilyen kijelentés. Katikám, ez egy koncepció, és meg, és változni fog a helyzet. De nem akarom megérteni, mert tiltva felháborodok rajta. Jó, hát értem, de ezt mégiscsak. Önkormányzat mégis milyen szép nagy beruházások rödötetnek. Jó, amíg önkormányzatok vannak a világban, vannak önkormányzatok, amelyeknek vannak előnyös ipari befektetései, vagy a területükön vannak ilyenek, vagy nincsenek. Csak én mindenképpen szeretném azt, hogyha az érzelmi felzúduláson túl azért azt is felfognánk, igen, lényegében az egész országot konkrétan az önkormányzatostól és mindenestül birtokba akarják venni. Aztán ezekből persze tulajdonok lesznek,
de hogy itt a válságidőszak, koronavírus időszak alatt egyébként egy tulajdoni át, további tulajdoni átrendeződésekről van szó, azt jó lenne, érdemes lenne észrevenni. Tehát ez egy ilyen sajátos eredeti tőkefelhalmozás, ahol az állam az egyébként lép be, és tulajdonképpen hitbizományokat osztogat. Tehát így, ez tény, ők valóban tulajdonképpen, ez nem egy metafora, valóban a saját tulajdonuként kezelik, nem csak Magyarország területét és erőforrásait, hanem Magyarország népét is, mint humán erőforrásait, tehát mi egyfajta izé vagyunk, kiaknázásra váró. Én látod, milyen érdekes, hogy annak idején mennyire hülyének néztek bennünket, amikor hisztisztünk amiatt, hogy emberi erőforrás minisztériumnak van pofájuk, és azt hitték, hogy ez mindenféle ilyen érzelmi, értelmiségi lózungolás, megfaszkodás. Egy túró. Komolyan. Őket komolyan is gondolják. Na most mondom nektek a fideszes magyarázatát a történetnek, mert kinyomoztam, utána jártam. Na, mit mondom? Azt mondja, hogy, tehát úgy néz ki, és ez ilyen viszonylag kormány közeli. Igen. Hogy a Gödi önkormányzaton belül a Momentumos polgármester és a DK-s alpolgármesterek között állandósult a balhé. Ugye oda-vissza dobálták ezt a korrupciós vádat egymásra. És hogy ez már veszélyeztette a működését a önkormányzatnak, azon keresztül a Samsung gyárnak is a működését, már pedig a Samsung rengeteg embernek ad munkát, és ebben a helyzetben per pillanat a legfontosabb a munkaerő megtartása, illetve bővítése, tehát a hisztiző, cirkuszoló, balhízó önkormányzatot el kellett távolítani a munkaerő piaci szempontból fontos üzem mellől, na, valami ilyesmi, és amikor erre rákérdeztem az egyik forrásomnál, hogy oké, fogadjuk, hogy ez így van, tegyük fel, hogy ez tényleg így van. De mit gondolsz arról a kormányzásról, ami egy ilyen önkormányzati belső csatapaté, majdnem. Csatapaté, ez lesz a legújabb, egyre jobb. Már a tag se volt rossz, de ez a csatapaté. Na szóval, hogy mit gondolsz arról, hogyha van egy önkormányzat, ahol vita van házon belül, oda megy az állam, és így mindenkit kidob, mint a házmester. Puff, és akkor innentől instant van. Tehát, hogy mit gondolunk arról a rendszerről? Erre nem válaszolt egyébként. Egyébként, tehát hogy a nagyon jó, hogy nem adtad a láb, hanem visszakérdeztél az ismerősödre, hogy mit szólunk ez a gyakorlathoz, mert az igazság az, hogy ott tényleg van konfliktus és probléma Gödnél. Tehát ez kicsit hasonló, mintha azt vetnénk a Szabó Tímea, hogy Szabó Tímea se a élete leggyönyörűbb beszédét mondta el akkor éppen a parlamentben. Mondjuk ebben a helyzetben lehet, hogy ez talán érthető is, de hogy Göd a polgármesterével kapcsolatban már amúgy is merültek fel viták, kritikák, de ez akkor sem legitimálja ezt a gyakorlatot. Tehát tényleg ezt kell hangsúlyozni, hogy az a kettő teljesen más síkon van, hogy van egy kis anomália, ami a működés velejárója, meg egy letarolás, amit a kormány művel. Majd a nép kidobja a polgármestert, hogyha ostoba volt, nem? Tehát erről szólna a demokrácia. Ennyi? Az a baj minden olyan térrel vagy helyjel, ahol emberi jelenlét van és létezik, az emberi jelenléttel együtt járhat adott esetben az, hogy ő egy zavaró körülmény. Ez egy olyan ócska duma, amit ez a kedves ismerősöd előadott. Elég szar lehet neki kinyába ilyeneket kitalálni. Élvezik. Én úgy vettem észre. Abszolút jól el vannak. Nem szeretnék a helyében önmagával együtt lenni. Te ezt nagyon félre gondolod, Sanyi, ez olyan, mint amikor olvasom meg, hallom ezeket. Na, majd egyszer eljön az igazság pillanata, és majd akkor így meg úgy majd szembe. Ki fog itt szembenézni? Mivel fog szembenézni? Ki lesz az, aki majd azt mondja, hogy úristen, én mit összeharácsoltam, és mekkora szégyen, hogy milliárdokat nyújtam le a közből. De hát, és most már ezt nagyon bán, nem is értem ezt, soha nem lesz itt semmiféle szembenézés. A fideszes szavazók ugyanúgy fognak átáramlani az épp aktuális párthoz, mint ahogy az MSZP-s szavazók egyszer átáramlottak már Fideszhez is, és így tovább. A prominensek, baromi gazdagok fognak továbbra is maradni, ezt csúnyán mondtam. Soha nem lesz itt semmi, nem tudom, mit fog robbanni. Tehát, hogy vannak hívő emberek, akikben munkál az a feltételezés, hogy egyszer majd szembenéz a saját lelki ismeretével, és hogyha nem vagyok hívő, akkor is feltételezhetem azt, hogy egy igényes ember küzd a saját lelki ismeretével. Tehát, hogy azért ahhoz nem kell katolikusnak lenni, hogy az ember ismerje például a Mephisto című filmet, és azt valahogy relevánsnak tartsa. Tehát, hogy azért ez nem, tehát, hogy
ez egy létező gondolat, konstrukció, hogy én azt feltételezem, hogy egyszer majd eljön az igazság pillanata, csak az egy másik kérdés, hogy én nem gondolom azt, hogy 5 év múlva, 10 év múlva, vagy majd én is megélem, meg nem a bosszú munkál bennem, hanem hogy az én világképen milyen, hogy ő előbb-utóbb egyszer szembenéz, vagy lajstromot készít, és akkor majd egyszer saját maga hozza meg saját magáról az ítéletet. Jó, azért én így időként elképzelem, hogy mit tudom én, a kereszténydemokrata frakció áll így a Szentpéter előtt, és az így mondja, hogy én ebben a Pistával értek egyet, tehát nem lesznek itt ilyen megtört, könnyes szemekkel a tükörbe meredő, ilyen mit te? Nem. Tehát lehet, hogy el fogják játszani ezt néhányan, de... Igen, úristen, de gazdag lettem. Gondoltam, hogy ez majd, mondom, belátható időn belül előttünk lezajlik, hanem majd egyszer valahogy a transzcendenciában. Bűnbánó munkás, hogy parancsnok országát illetett. Nem akarnak elszomorítani, Kati, a Pista vagy véletlenül, vagy félreértett, vagy félre akart érteni. Én abból, amit mondtam, hogy nem szeretnék a helyében önmagammal lenni, nem az következik, hogy azt gondolnám, amit te mondtál. Ha sírva és zokogva akarod befejezni a műsort, nekem ennél sokkal rosszabb az előérzetem mindazzal kapcsolatban, ami történni fog. Hát ne arra, hogy én ráadásul ennek aktív megélője vagyok bizonyos értelemben, én őszintén mondom, meg vagyok rendülve a nemzedékemtől, a Ratko generációtól. Tehát ezek a 60-asok, 70-esek mindent átéltek. Pontosan van annyi társadalmi élményük, hogy föl kéne fogniuk, hogy ez az ország milyen tragédiában vonul bele. És üdvözült eufóriában, felvágott fallosszal követik ezt a rendszert, ezt a jó ember. Tehát én sem hiszek, és az, hogy az elmúlt... Amióta az aranybulla óta kijelentette a nemesség, hogy bárpedig a nemzet az a nemesi nemzet, azóta ez a nép ebben él. Persze, hogy nem remélkedek én ilyesmibe. És amikor valami változás volt, még ha időlegesen, akkor is csak azért volt, mert fölrobbant a világ. Hát ez az ország. Én hiszek a jobb fejlődésben. Hát az aranybulla ideig felrobbant. Jól van, oké. Okay. Hiszek én is. Hiszek. Én meg azt látom, hogy a Ratko generáció az így a Rafko generáció előtt így letette a fegyvert. Tehát így meg annyi tapasztalat, sok pálfordulás. Működik. Na jó, de hát ekközben olyan csóró lett a nagy része, Péter, ezért nem értem. De az nem számít, mert el van adva az a história, hogy egy, mindenkinél külön nép vagyunk, kettő, mindenkinél békésebb sziget Magyarország, három, mindenki, aki Magyarországon él, folyamatosan olyan extra nagy dolgokba vesz részt, már pusztán a létezésével is, mint Európa megmentése, az új irányok kijelölése, az és a többi, és ezzel úgy el lehet lenni. És tudod, mi a rémes? Én tudom, kicsit szofisztikált, de mindez idáig azért ennek a rendszernek a helyzete egy dologban őrült módon különböző. Minden eddigihez képest, a Kádár rendszerhez, a Horthy rendszerhez is bizonyos értelemben nagyon leegyszerűsítve, hogy rohadt életbe. Na. Ez végszónak. Ez egy fontos mondat, és befejeztem, nem tudom, valami idiotizmus. Na, szóval csak azt akartam mondani, hogy mindegyik előző rendszerhez képest, hogy azért ott a geopolitikai meghatározottság rettenetes volt. Itt meg most, itt igen. A nemzet szabadon. Igen. Hát aztán... Hát a múltunk meghatároz minket azért. Hát kicsit. Nem tudom, mennyiben határoznak, hogy végre szabad. Hát mert... annak idején, mikor itt az Uniót ugye Moszkvához meg a Varsói Szerződéshez hasonlítják meg a politikai bizottsághoz, hát ha az tényleg úgy lenne, akkor Orbán Viktor már valahol alulra szagolná az Ibolyát valami mély börtönbe. Hát de azért a Breznyevi... Csak el, hogy Moszkvát lehet most is Moszkvához hasonlítani, szóval... Na jó, de jó, Péter, de tudod nagyon jól, hogy azért a döntési mechanizmus ott nem úgy volt, hogy leült... a tanács és konszenzussal meg vétójoggal döntött. Nem. Úgy elképzeltem, hogy mondjuk tényleg csak eljátszva, mert hogy így mondtam a geopolitikát, hogy mondjuk Orbán Viktor azt mondja, ül a tévében, és azt mondja, hogy honfitársaink,
kurva sokba kerül ez a járvány, akkor most nem építjük tovább Paks 2-t, és akkor csönget a postás, mint az előbb a Katinak, kimegy a GLS-el, és megkapja a csomagban a saját fülét. Jó. Hát Péter, ja, azért az a rendszer mégiscsak egy kicsit keményebb volt, mint ez. Péter, olyat mondtál, amiről a mi nézőink szerintem nem is tudnak. Na mindegy, meg már úgyis most már ilyen folyamatos minőségromlásban vagyunk, és ne kockáztassuk meg, hogy Csintalan Sándor még az előző is csúnyább szóba fagyjon bele, úgyhogy inkább én most elköszönök tőletek. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk, remélem látható lesz azért valamennyire meghallható is. Sziasztok! Bocsánatot kérek a problémákért. Hello.